Közben üdvözlök minden kedves nézőt közben hatalmas szeretettel. Itt vagyunk ismételten egy újabb streamben. Habár nem járt le még az időzítőnk, de viszonylag közel vagyunk ahhoz, hogy az eredeti tervhez induljunk. Így el is indulunk vele. Itt vagyunk újra egy gyönyörű Stormworks-ben. És itt lesz velem a mai nap Laci is. Szia! Sziasztok! Amit ma mind a ketten építünk, az egy vonat lesz. Nekem vannak gondolataim, hogy mit hogyan. Itt az látható az elején. Még se a működés, se a dizájn, se semmi nincs meg. És neked? Nekem? Még én se tudom. Na jó, van. De már a váz megvan. Az alváz mi? Aha. Az lesz szerintem, hogy én ide fogok építeni. Igen. Hopsz. Jó, majd kitörlöm. Igen. Kereszt alvázat. Várj, meg kell külön hajtott kerék. A vonathoz. Ha? Hát meg kell hajtani a kerekeket, különben nem megy. Az RPS-sel meghajtasz. Ide fogjuk beépíteni a dolgokat. Levesszük innen. Az addig oké, okay, de... Megindítsuk az milker, azt hiszem. Micsoda? Hogy megindítsam, azt gondolom kell egy sebességváltó. Hát nem kell sebességváltó, mert hogyha elektromos motort használsz, akkor lényegében az elektromos motor automatikusan egy fix sebességet ad neki. Az meg hol van? Laci? Lajos? Szakál? Hát Lajos. Lajos a szakál. Na van. Az elektromos motort azt úgy rakod föl, hogy fölraksz egy motort, és lényegében ha egy motort raksz föl, akkor elegendő egy pipe-pal, egy csővel átvinni a kerekekre. Az annyi az egész, hogy ha a... Berakok egy large engine-t, mennyire fog örülni magának a gép? Hát ez kérdéses. Ugye? Igen. Hogy van, nekem kell egy... motor. Jó lesz nekem médium. Médium motor. Kell nekem ide. Így. Kell rá nekem gearbox. Ami erre felé néz. Olyat tudok, nem, hogy egyik motor egyik tengely, a másikat hajtja. Persze. 20 és fél. Mi a 20 és fél? Logic? Gondolom a logicot kell húzogálni. Mi van? Miről maradtam le most? Kell nekem egy modular clutch. Esetleg mondjuk ki kéne építeni a műszerfalat, azt utána gondolkozni ebbe. 20 és fél szám. Jó, de... Hát én úgy raknám össze, hogy van egy motor, lesz nálam egy dízel motor. Most alulra építek egy energia, tehát villanyenergia visszatápláló rendszert, ami állandóan növelni fogja az aksiknak a töltöttségét. És lesz egy motorunk, egy dízel motorom. Jó.
Figyeld meg, és most fogok egy fél órát szenvedni ezzel, hogy csináljam meg a fülkét. Sok lett. Vagyis igazából kevés. Hogy kell még ide egy sima klács. Így rá, és oda kéne nekem. Jó, akkor... Sőt, szerintem ez a fél óra még kevés is. Hogy mondtam. Ezt innen levágjuk. És kell ide nekem egy generátor. De miért a large-ot választom ki automatikusan? Hát csak két sor blokkal tévedtem. Nézzük meg ezt így. Ezt ide visszahúzzuk rá. Igen, és... azt te, és hozzá merge-eljük is kész. Jó, most már csak az aksikat kell rávágni. Én még alapból a hajtást akarom kideríteni. Én most a visszatáplálással foglalkozom elsőnek. Ja, hát igen, mert te... teljes speciális tudatokat akarsz. Igen, mert hogy majd... ugyebár én most építek egy mozdonyt, az egy dolog. Van két... ezért... van fejemben két challenge is, amit majd meg akarok csinálni. Az egyik az, hogy egy teljes vasúti modell, vasutat csinálok hozzá lényegében. Tehát mindenféle szerelvényekkel, amiknek villanyenergia szükségletük van. Ugyebár. Ahhoz, hogy villanyenergiát átvigyek egyik mozdonyba a másikba, két csatlakozó lényegében. Így nem kell mindegyik kocsiba aksit szerelni, nem kötelező mindegyik a kocsiba aksit szerelni, hanem egyenesen a mozdonyból át lehetne majd vinni az villanyenergiát. Jó, erre kell egy constant number. Constant number, kell nekünk a constant number ennek, meg ennek. Jó, ezt kiválasztom. Szeretném az, hogy ez 1 legyen. Ez meg 0,5. Mondom 0,5 tized. Jó, akkor... ez volt az 1, ugye? Igen. Jó, nem egy... tudok... ja, de ki tudok másolni. Így? 0,5-ös pedig ez lesz. Jó. Ennek adunk, hogy off-on legyen 3-1-es a áttétel. Jó, és ugye nincs lesz vonulva most neked semmi? Mi? Nincs lesz spawnolva neked semmi. Most nincs. Ja, akkor most spawnolok ilyen. Most ez. Ja, de hát úgy nehéz lesz megnézni, meghallgatni, hogy működik-e, hogyha minimális áram sincsen rákötve. Ugye? Ezeket összekötögetjük. Villany legyen benne. Így? De nem. Ez egy vonalon fut. Úgyhogy ez mehet ide. Egy. Így. És akkor ha most lesz vonalom, akkor ha közelebb megyek, akkor lesz hangja a villanymotornak. Nem basztam el semmit. De most akkor ha elbasztam, akkor mindjárt kiderítem. Igenis csinálok ide egy gyors számlálót. Egy kontrollszámláló lényegében az egész, ami egy sima egyszerű dial lesz.
Így. Azt mondjuk neki, hogy kapja most idéglenes minden egy kis áramot. Data. Ja, meg nem mergelem, mert még át kell alakítani. És működik is. Na, ha most kilépsz és megnézed. Mindjárt. Csak már. Hát ez a mutató egy kicsit most már ideiglenes. Így. Pész. Tudom, mit felejtettem el. Visszahúzni a hangerőt egy picit. Hát, nem ártana. Jó, a zenét most már leállítom azért. Share content. Resize. Ó, de én hülye vagyok. Copy. Mit is ad ki ez a szám amúgy? Aj, mennyit töltött lényegében. Így, tökéletes amúgy. És egyesével ki lehetne itt iratozni, hogy az egyes flywheel-ek azok mekkora fordulatszámot forognak. Most meg is csináljuk. Kíváncsiságból. 2, 3. Na, spavne. De mindegyik egységes izé fordulatszámon forog. Tök jó, fasza. Egységesen növekszik a fordulatszám. Tehát mit nézek meg? Gyerek, itt le van spawnolva. Lényegében ez a három mutató azt a háromnak, három flywheel, medium flywheel-nek a fordulatszámát mutatja. Ez a negyedik mutató pedig az éppen aktuális visszatöltést. És ezt akartad megcsinálni? És ezt akartam megcsinálni, és ezt erre nem tudtam rájönni amúgy korábban. Á. Ezért kellett kikopiznom. Ja. Ezt lehetne tovább vinni igazából, csak most nem akarok akkora mozdony csinálni. Ez lesz a méretem. Törölt ki, mutassam meg most mekkora? Meg hogy hol tartok? Hát. Két nagy motor? Ácsi. Közepes. Ácsi. Ne tedd ennyire egymásra amúgy. Mert ezen az oldalán is van kivezetése. Ott van lent a levegő, itt meg a fordulatszám. És akkor nekem azt magyarázd meg, hogy hogy kössem össze a tengelyekkel? Hát lényegében fogsz egy pipe-ot. Van egy ilyen nevű dolog, hogy pipe. Erre? Akkor... Merje, igen. Belépek én is, hogy beírod a keresőbe fönn, hogy pipe. Lehet block pipe-al, tehát ilyen zárttal, meg lehet nyitottal, az RPS-t, és a kerekeknek a közep... Te a három tengelyes használtad. Igen, a három. BOB. Na, akkor Bávra, így van. Annak a közepén van egy ilyen RPS... Flywheel és egy break. A RPS és a break. A break az már a szemben. De a... Nem. Amikor építő módban vagy. Igen. Akkor most sem van építve. Meg kell keresned a középső tengelyt, és annak is a középső pontján van az RPS bemenet. Jó kérdésre látom. Ja, látom, aha. Na, és arra kell rákötnöd majd a motoron lévő RPS kimenetet. Ezt lehet úgy...
Ugyebár én azt mondom, hogy első körben, mivel első körben most magadnak építed, én azt mondanám, hogy az motorról egyenesen közd rá. Opfam. Várjál. Utána, ha megvan, akkor tudsz még berakni egy sebességmérőt, és akkor tudsz még esetlegesen, ugyebár klácsot célszerű, tehát kuplungot célszerű rátenni. Bekapcsoltam a lámpákat, és 30 fok van a szobámban. Na és akkor mibe kötöm össze a tengelyt a motorral? Van a motoron egy ugyanolyan sárga kimenet, mint az Igen, tengelyeken. azt elmondtad meg. Na, és akkor egy pipe-al lényegében. És sima pipe-a kell a levegőt is, meg a motort is. Mindent Rend. pipe-okkal csinálsz. Aha, jó. Mindent pipe-okkal kötsz össze. És utána rákötni a motort a aksira, és ugye még rá kontrollerre, vagy ez nem kell? Hát kell kontrollálni a motort, mert hogy kell majd szabályoznod, hogy mekkora fordulatszámon pörögjön a motor. Meg fékezni is kell majd. Ja, hát most, yeah. Én azt mondom, hogy én első körben kihagynék egy pár blokkot, és arra, hogy váltót tegyél föl. A váltót úgy célszerű föltenni, hogy a motor. Várjál, most én a motorokat megfordítottam egymással szembe, szóval. De ne legyenek ennyire közel, mert mindkét oldalán van kimenet. Tudom, már átváltoztatom, két blokk van közte. Vagy legyen az öt is. Én ha nem tudom, igazából ezt rád bízom. Én Verel? egy motorral csinálnám igazából. Vagy legyen úgy, hogy itt van egy. De lehívtam. Ja. Hogy legyen itt egy, ahol állok, és legyen még egy itt. Akár. Ha két Aha. tengelyt külön akarod majd hajtani, igen. Viszont. Már úgy itt van már a meghajtása. Már megtaláltam. Igen. Na. És az a sárga, az mindig a fordulatszámod. Én azt csinálnám, hogyha, mivel nagy súlyokat is fogunk húzogatni, hogy egy motorra két tengelyt hajtanék. Mert váltóval Aha. tudsz rükvercet csinálni. Na hát én úgy gondoltam, hogy ugye nem tudom, hogy ez mennyire megoldható, hogy ugye egy motor a egyik tengelyt, a másik a másikat, és ugye a egyik rendszerbe egy váltó, a másikba végig egy. És akkor úgy lenne, hogy főkét kéne nekem váltani a rükverchez. Én úgy terveztem. Csinálhatod így is. Mert én, mert akkor inkább megcsinálom úgy, és akkor ez egy ilyen nagy teher, nagy vontató lesz. Csinálhatod úgy is. Az is egy jó megoldás. Mert most nem akarok, jó, lehet könnyű megcsinálni, de én nem akarom sebb váltóval úgy megcsinálni a rükvercet, akkor inkább legyen a primitív megoldás, ezt akkor kész. Mondom, meg lehet csinálni bárhogy. Ez lényegében saját magadtól függ. Hogy hogy szeretnéd? Jó, és akkor most jön az, hogy kell nekem egy motor. És Engine. Most nem. És van az az ember, aki a kicsit nem becsüli. Rosszat néztem, de jó. Igen, akkor motort le. Aha, tudom, még egy blokkal odébb, akkor. Ez lehet, hogy az lesz, hogy itt. Három magasabb lesz. Kell neki. Nem tudom. Biztosan kell neki. Jó. Na és akkor én most így raktam le. Pillanat. Exit.
Így van. Így raktam le a motorokat, és akkor így ez megy ide, másik meg oda a végébe. Jó. És akkor itt közötte lesz hely még több cucchoz. Igen. Azt majd nézzed, hogy melyik kivezetés melyik, itt ezen az oldalt, és ezen is. Tehát alul van levegő, arra én azt mondom neked, hogy tegyél majd egy airfiltert, így vizet nem fog benyelni. Aha. Hogyha esetleg cunami vagy bármit jön. Aha. Mert az csak levegőt vesz fel. Aha. És akkor ezt gondolom ki kéne vezetnem. Hát persze, én azt mondanám, hogy igazából, hogy... Tetőről vezetném ki én inkább. Azt mondanám neked, hogy pontosítsunk, hogy középre tenném a motorokat, mert akkor mindkét irányba tudsz, el tudsz menni mellette. Mhm. Uh-huh. Mert ez a kicsi motor. Ja, ez nem a legnagyobb, mert szerintem felesleges, hogyha én úgy akarom, hogy két külön tengely legyen. Én a legnagyobb motorral dolgozom. Jó, hogy elvitted. Igen, látom. Spawn. Nem ezt akartam, tessék. Jó, na. Aha. Meg két motor az meg felesleges lenne, meg enné az FPS. Szerintem. Vagy attól függ, mennyire fér ki. Ez tök jó, csak én nem mentettem el a saját gépemet. Bazd meg. És hol tartottál? Nem akarod tudni. Igen. Én nekem az utolsó mentésem ott van, hogy a fülkét felraktam, azt hiszem. Ja. Akkor mentsél te így? Én abban reménykedtem, hogy volt automata mentésem, csak ezt elfejtettem, hogy elvettem a gépedet. Igen. Így. De azért egyszerű, mert már a gondolat mellett megvan, hogy mit hogyan kell csinálni. Jön neked? Igen, már pontosan megvannak a dolgok, hogy mit hogyan csináltam. Ja, hoz. És így nem kell szórakozni még azzal is. Vagyis nagyjából megvan, mert hogy ez nem pontos. Ez így biztos. Így. Volt rajta egy. Medium motor. Nem fog kiférni az. Igazából meg is tudom akkor már hosszabbítani normálisan. Még több energiát legyen képes csinálni. Kell egy. Hát most gondolkozok, de erőteljesen. Mert most, ha leviszem úgy a csövet, hogy nem a csövön, a zárt csövön sétálgató. Igen. Hanem benne van a vázban, akkor úgy legalább el fog tűnni. Így van. De akár... Most, hogy ugye beleviszem a vázba, én már tudnék használni rendes csövet is. Hát én zárt csövet használnám, hogyha vázba beépíted, mert azt most itt a design, a szerkesztőben látod, hogy melyik irányba fut pontosan, viszont amikor leszpawnolod, akkor már nincsenek rajta nyilak. És akkor sima pipe straight kell. Pipe enclosed straight mondjuk, hogyha az egyenes. Igen, akarod. Az kell. De esetleg az engel. Nekem. Itt berakom mindegyiket. Mert ugye mivel én nem fogok csinálni semmi olyan különös cuccot. Ez elég csak ez a kettő. Én ugye nem fogom mindkét tengelyt egyre hajtani. Az első lesz az a... Egyes. Number, ez pedig a 0,5-ös number.
Igen. Az egyessel ezt a truffle-t, ezt a kláccsot, meg ezt a kláccsot irányítjuk, a 0,5-ösre pedig ezt a kláccsot. Igen. Ezek mind 3-1-es váltók. Így ne. Így, tökéletes. Pam, parapapapam. Igen. De legalább a szerkesztőben benne maradt az izé, utolsó kivágás. De jó, és akkor ez benne is van a válaszba. És az RPS kell nekünk. Aha. Mondjuk, lehet nem lesz hülyeség, de csinálom azt, hogy a vázban kockával vezetem el, és bent a motortérből, meg csővel. Ma úgy dizájn szempontjában jó? Mhm. Megint más kérdés, hogy hogy akarom. Kelleni fog az a plusz szélesség. Most befestem gyorsan a RPS. Szedjük, ebbe egy piramidot építünk bele. Nem. Sima wedge-et. Így, né. Minden egy. Most viszont menzsd el, mert megint mutatni akarok. Save. MP. Exit. Igen. Mert most ugye itt van a motor, és itt erről beszéltem, hogy itt a piros csík az már a cső. Igen. Én így gondoltam, hogy így beleépítem. Tök. És akkor itt meg már csőbe mehet, így. Tök jó, arra készülj, hogy be tudjál menni majd a motortérbe, mert van jármű sérülés, így a motorod is sérülhet, túlmelegedhet. Úgyhogy megfelelő hűtés kell majd rá. Ja. Úgyhogy ha sérül valami, akkor azt a motortérben tudjad javítani. Ja. Amúgy fasza. Így gondoltam. Megcsinálom a másiknál is így. Itt alatta kész. Benne volt valami amúgy? Azé, hol? Aljában. Abban ott. Már most éppen benn vagyok szerkesztőben, de mindjárt mondom. Szép. Igen, itt a motor alatt. De ott vannak az aksik. Jézus. Ez itt teli van rakva aksival. Erről beszéltem, hogy akarok ilyen cellát csinálni. Na, megint megakadtam. Na? Működik a szerver? Aha. Aha. Connecting, disconnected. Na, viszont srácok, most ezt itt el kell tüntetnem, hogyha ez a szerverre megyünk vissza.
Parapapapam. No. Nem is. Mondjad. Leállt magától. Azt igen. Na az jó. Akkor viszont hagyom nyitva a szervergépet a másik monitoromon. Úgyis csak mi ketten beszélünk. Ja. Párapottam már fél órája. Na, viszont... játékresi is. Játékresit is csinálsz? Jaj, de jó. Aha. Nem dobja fel a szerv... a... Stoneverse. Úgyhogy csak refresh-elem. Hello Ghost! Apropó, én ki akartam osztani valamit. Ti. Hogy volt? Yep. Fú, kizárul a követ, baj. Na, amúgy már jó. Jobb, leállítgatol. Már is csak... Mi a helyzet, Ghost? Na, te átfolyt, köv. Mindjárt, csak éppen megpróbálok elintézni valamit. Mert azt tudom, hogy... Jaj. Itt van. Ugyanúgy. Törölj. VIP. No. Amúgy... Kösz. Feloldás a hülye. Azt mondja, hogy... Jó, raktam le. Jól. Jó. Most már jó. Most már jó. Aha. Én azért magamnak beszínezem pirosra az RPS csövet, mert... Figyelj, én minden csövet színezni szoktam magamnak. Ne felejtsem el. A RPS-t ezt milyen színre szoktad? Az nálam mindig narancssárga. Az nálam mindig narancssárga. Aha. Jó.
10 és 1000 pécső. Go. Papam. Parapapapam. Azt mondja, hogy... És már csatlakozunk is befelé. Így visszajöhet a kép. Így ne. Azért. Szügy be helyre. Összem. Színezni. Jó. Most vissza bezárni. Na, save. Jó, kell nekünk pipe. Na. Pipe. És már kész is. Jól eldugtam. Most leívtam. Azért tudtam. Pillanat, csak éppen építettem. Ja, jó. Javítgattam a szinteket. Tök jó. Na. Úgy eldugtam. Ja. Jó lesz ez, nem? Ott elő meg ne nézd. Itt még, ott még lekerekítést fogom csinálni előre. Ne felejtsd el a csatlakozókat előre-hátra. Jaj, ne! Igen. Kezdheted újra, mi? Nem. Jó. Na, engine. És akkor elektromosság. És akkor mit szeretnék? Előre vagy hátra? Hát igazából itt át tudnám fűzni alatta a izét. Úgyhogy én ezt itt még mindjárt ki is húzom. A tengelyeket azokat kell aksihoz kötni, nem? A minek? Nem kap áramot, nem áram, nem szükséges az áram hozzá. Ja. Majd a karokra kell, karokat kell rákötni az áramra, amivel irányítasz, hogyha a karral így irányítasz, ha az üléssel, akkor az ülést kell azt szembe kötni, és be kell kötnöd majd a fékeket. Ennyi. A wheel slipet ezt nem motorra kell. Nem kell rákötni igazából semmire, az csak majd egy, ki, ha nagyon szeretnéd, de akkor egy indikátor lesz. És villogni fog. Villogjon vagy mit csináljon, azt majd neked kell eldöntened, hogy... Nem tudom, hogy melyik ülés a legjobb ehhez. Mert látta, hogy a Compact Pilot Seat-et szokták használni hozzá. Csak mert ugye én azért kérdem, mert én egyszerűbbre akarom csinálni a irányítást. Vagy tudod, VHSD, ez kész. Jó lesz nekem a Driver Seat. Pont 20 izé. Mondjuk meg minek rakom le, az meg már megint más kérdés. Még a fűkét kéne megcsinálnom. Igen, esik a közepén, ha jól számolom. Exo... Fű... Exhaust... Out... De várj, és akkor most hogy csinálom elektromossá? Kell neki a fűn. Merjem nyakon. Hát várjál. Motor
elektromosan akarod a meghajtást, vagy motorosan? Elektromosan. Akkor nem kell neked izé elektrik, akkor nem kell neked motor. Ja. A motor az izé, dízel meghajtás. Ha elektromosan akarsz, akkor ja. Nem engine kell neked, hanem motor. De attól még az a cső kivezetés, az kell? Az kell. Jó, akkor azt nem tudom. Csak ha motorral akarod, ha elektromosan akarod, akkor célszerűen majd rákötnöd váltókat. Na, akkor viszont elektromoshoz melyik motor kell? Motor. Ezt írod be. Jó. La mediumból jó lesz kettő, nem? Hát én kicsikkel szoktam dolgozni. Ha. Csak már ugye azt tartsuk meg mindig észbe, hogy én ugye úgy akarom, hogy fülkét kelljen cserélni. Az nem lesz jó. Nem lesz jó neked, mert hogy a motor az nem 1 és 0 között kapja a jelet, hanem 1 és mínusz 1 között. Viszont akkor izé gázkarral kell majd megoldanod. Ja, tudom, hát karokkal fogom majd. És a gázkarra kell rákötnöd azt, hogy az 1 és mínusz 1 közötti értéket küldje be. 1 és 0 közötti értéket fogadja el. Ja. Mert én nem akarom most én csinálom ilyen különlegesnek. Jó, az lesz. Ez lesz itt a motorterünk, az gyorsan nem le... És hova kell bekötni ezen a motoron a... Micsoda? Ja, az aljára kell, gondoltam. Hát egy kimenetele van annak. Ennek nem is kell hűtés. Nem. Mi a fa? Ez lesz itt a motorterünk. Jó. Ugye? Ugye. Hát ezt hozhattam volna közelebb is egy picivel. Jó. Ezt gyorsan befestem narancsra. Motort. Azt mondja, hogy van itt egy levegőnk. Az mindig kék. Akkor van füstünk, az fekete. Jaj. Akkor tulajdonképpen most feleslegesen kezdtem volna el a motort. A előzőt. Hát egy picit. Nagyon örülök. Meg jó, hogy megkérdeztem. Az out coolant az piros, az in coolant pedig sötétkék. Jó, és itt van egy üzemanyag, ami egy másfaj, az meg mind, hát változó, hogy milyen színre kötöm. Az... nem, az... az lesz fehér. Jó. A levegőt azt akkor csináljuk, a levegő kifufogó akkor kapja meg, amikor megvan a... kaszné. Az autó... Electric? Az ennek kell... egy. És ennek még egy. Jó. Nem akarom ennyire mélyre, úgyhogy ezt itt már rögtön is távolítjuk. Mi hiányzik neki? Input not connected. Ja, az a kar meg az ilyesmi az input neki? Igen. Ja, az még nincs kész. Mondjuk tesznek, be kéne kötni. Data. Motornak kell megadnom a irányítást, hogy a tengelynek. A motornak. Jó. És a motornak. Mi? Nem tudok két dolgot egy helyre.
Ja, a break az a... Jó. És hogy állítom a... Tudta... Ja, mikro... Ja, nem... Blur. Kettes. Ez lesz a hideg oldal, úgyhogy ezt... Hát igazából tükrözve megépíthetjük, csak... Majd... Na, gyors teszt, hogy megye! Viszont csinálok nappalt. Állítsd be fixre. Meddig kell elhozni? Ideig. Na nézzük, hogy működik-e. Tudjédik! Megtapasztalta az ember a sebességet. Ez az, amit nem fogsz megtapasztalni egy dízel motornál. Hát de megtapasztalhatsz igazából. Múkodik! És akkor most ez ugye így. De viszont, ha karokra akarom az egészet csinálni, akkor viszont nem kell az ülés bekötni, csak ülni kell rajta. Akkor rakok be passenger seatet, azt onnan irányít, az kész. Így is lehet, így van. Jó, ezt meg fogjuk letesszük róla, ez lesz az inkulant, ezt már át is festjük. Bussal. De viszont elsőnek meg kell csinálnom itt az egészet fenn. Jó, amúgy működik. Na, törölgessünk. Így. Igen. És akkor most kell újra vissza a szimmetri. X. Ezt meg így. Jó, most már van vízkeringetésünk, azt majd egy... Viszont így, hogy elektromosra csinálom az egészet, akkor nem is kell eljutnom a motorokhoz, nem? Nem. Nem, nem fontos. Akkor be tudom építeni a picsába, nem? Ja. Akkor jó. Várjál, igazából beépítheted, de ugyanúgy sérülékeny dolog. Tehát, hogyha eljutod... Ja. Tehát akkor átütközöl, hogy eljutod odáig az sérülés, akkor ugyanúgy javításra szorul. Hát akkor valamit ki kell tar... Akkor majd szerintem úgy lesz, hogy oldal lesz valami. Oldalt lesz valami. Ha beleálltok. Na, ez így meg is van. A hűtés. Ez itt mi is volt? Ja, üzemanyag. Züzemanyag. És várjam, a hűtés nekem nem is kell. Neked nem. Viszont nekem kell züzemanyag. Az üzemanyagot azt úgy fogom csinálni most, hogy kell nekünk egy tank. Fluid tank. Ah, ezt rá akartam kötni amúgy.
Most viszont már ilyen fél óránként ránézek a szervergépre, megmozdítom egy kicsit a ablakot, hogy ne zárja be. Az jó. Ezt jól teszed. Már most nem hiányzik nekem se, hogy bezárja magát. Ez így jó lesz. És akkor ezt rákattintunk, és itt átállítjuk, hogy ez friss víz legyen, fúra töltve. Jó. Igen. Na, az friss víz, itt is csinálunk egy ilyen gyöngyszemet. Ja, jó lesz, mert tudok majd még ráépíteni egy bordát lényegében. Nyilván rosszul raktam egyet. Viszont akkor tulajdonképpen megvan a legnehezebb dolog. A része a észnek leszök. Mindig szerintem. Mindig lesz valami olyan rész, ami hirtelen kell. Viszont amúgy az aksit meg azért akartam, hogy tudod, hogy a súlypont az lent legyen, ne fent. Tudjátok srácok, egyszer az elektromos áram elfogy. És akkor fogsz beleesni abba, hogy most hogyan. Hát tudod, mennyi aksi van benne? Elfogy. Jó. Én majd rájöttem, hogy a motort én felviszem inkább, az kész. Jaj, valamiről megfelelkeztünk. Így van. Ja, mert ott feljebb van. Igen. Teljesen fölöslegesen építettem meg, jó van. Majd viszont lehet, hogy legközelebb már az lesz, hogy én is dízelt építek. Mert majd egyszer ahhoz is hozzá kell nyúlni. Én most jutottam el arra a pontra, hogy most már meg akarom építeni. Dízelt? Aha. Ja. Ó, ez most tesztelésre jó lesz, ott az az oldal. Ezeket kiszedjük, így. Igen. Ide kanyarodjon. Ide pedig egy T elem kell. Jó. És azt mondja, hogy...
Ide kell egy TLM szintén. Szerintem ez, ha valaminek neki megy, szerintem nem is a vonat fog szétesni, hanem az, aminek neki ment. Kata... Katalitik konverter... Mondom, katalitik konverter. De kat... Raksz bele kati... Így van. X... Kipufogó. Így, né. Jó, és akkor egy ideiglenes üzemképességre alkalmazást már meg is csináltam. Dízelmotor. Max 30-as FPS-sel. Fülke az már, hogy valamelyes megvan az eleje. Na és akkor kell nekünk egy ideiglenesen ide fogom kihelyezni a dolgokat, hogy lássunk mindent. El kéne kezdenem a másik oldalt is dolgozni. Nem csak egyen. Figyelj, egy óra alatt, ha eljuttattál az üzemképességre, az tök jó. Megvan, csak most szét kellett szednem a motort, mert újra csinálom a egészet, mert ugye, hogy hívják? A elejét meg kell csinálnom. Truffle. Truffle fake. Jó, oké. Oké, kell nekünk truffle fake, kell nekünk két display. Ja nem, kell nekünk egy starter gomb. Egy push button. Nekem a starter se kell, mi? Nem. Hát ezért egyszerűbb az elektromos motor. Lényegében. Jó, kell nekünk egy truffle. Sejtettem, hogy jobb lesz az, hogy én elektromosat csinálok. Két display nekünk ide kell. Egy diallal fogom megoldani. Oké, picsába. Így. RPS. Viszont előre viszem. Picture. Leviszem kocig. Mert most már biztos nem nyúlok a aljához. Szóval most már levinni az aljára. Még ott van. Aha, azt úgy ott van. El kéne tüntetni. Jó. Rész. Viszont most jövök rá, hogy szerintem azt a tengelyt úgy ki kéne vennem onnan, és megemelni még egy blokkal. Mert így most lehívom. Most egy pillanatra nem tudok figyelni én amúgy. Most sajnos, vagy nem sajnos, logikai függvényeket építek. Jó, én meg szerintem kifagytam. Akkor jó, hogy nem vagyok kint, hanem a szerkesztőben vagyok. Gyorsan rámentettem. Nem a szerver fagyott ki, én fagytam ki. Akkor is gyorsan rámentettem. Tiki tiki ta. Jaj. Inkább mi? Na, multiplayer. Nem tudom, mi volt ez, de most én jó kifagytam.
nem voltam hülye. Jó, ott motor van. Onnan felhozunk egy jelet ide, meg ide. M-ből megkapja jelét, így. Ide, kap villanyt, ez meg innen, ide meg. Ide, ide, meg ide. Meg ide, és ide. Igen. Jó, data. Az bonyolultabb lesz egy picivel. Mert hogy van itt egy speedometer, az fog menni ide. Ide. Igen. Ez lesz az RPS-ünk. RPS. Ez pedig a hőmérséklet. Igen. Ez lesz a fékek. Ezt... Az nagyon jó. Nem tudok visszalépni. Ugyanez volt az előbb velem is. Pillanat türelmedet kérem. Jó. Gottam. Csak most már ezeket bekötögöltem. Jó, azoknak és van villany, akkor edek kell egy konstans on. Konstans nem number, hanem egy on signal. Hogy működjön a hűtés is. Ezeknek. Meg ezeknek kell a konstans on. Jó. Save, mentés, override. Nem tudom spawnolni. Ja nem, mert hogy kifagyok tőle. Az jó. Parapapapam, igen, kifagytam. Szervereddel van gond. Jó, lejöttem, úgyhogy most már tudod újraindítani. Én pedig hamarosan visszatérek. Egy kis türelmet szeretnék kérni minden kedves nézőt. Csengi szünet? Azaz. Tudom. Intermission chatbox, alertbox, hol van webkamera? Itt a webkamera. Így, ne.
És ezen elvisz is tértünk. A zenét lelőve. Úgy megnézte, hogy mi lett a problémája. Hát nyilván, mert... Meg early access szerintem. Vagy nem tudom. Az. Azért. Esélyes, hogy az. Nem baj, párszor kibelépkedünk, az kész. Live. Átlépünk. Azért, hogy olyan gépünk van, amin gyorsan betölt, szóval... Igen. Nem kell aggódni. Jaj, nem lépünk még át. Még jelszavakat kell beírni, úgyhogy még nem lépünk be. Nem lépünk át, nem mutatunk képet. Ja. Nem, most már működik. Oké, csak... Nem mutatok képet, mert jelszó az nem takaródik ki. Ja, hát igen. Ez az egyik olyan játék. Neked a faz ma le van töltve, ugye? Aha. Jó van, mert lehet este felé majd lesz izé, Yetivel. Mert 12 órás live-ot tervez. Előre szólok. Le tudnék mitani a streamet egy pillanatra? Na, szóval itt tartasz, el kéne tenni, hogy hozzá tudjak férni a Perugácshez. Jó, de amúgy itt tartok, most kinézetre. És azon gondolkozom, hogy most egy blokkal vigyem feljebb vajon a tengelytől, vagy ne? Hát szerintem tök jó lesz ez így. Na. Loader. MP. Itt tartottunk. Ja, igen, ott tartottunk, hogy tesztelek. Ja, nem, még nem tesztelek, mert még át kell írni valamit. Itt conversation, és x-et meg kell szorozni 3,6-tal. Ha majd mész tesztelni, akkor szóljál, mert jövök. Egy kilométerben írja. Jó. És még fölcsapunk ide két ülést, akkor seat. Be kéne érteni. Így, jó. Spawnolok. Jó. Ugye én... Köztudott, hogy én hallgatok zenét. Általában. Most olyan zenét hallgatok, ami úgy beindul, mint a jó édes élet, és nem techno. Na. Jössz? Mindjárt. Csak most rájöttem, hogy kell változtatnak nagyon sokat most ezen rajta. Hoppá, hello! Várjál, ne gyere. Elfejtettem bekötni valamit. Egy gomb hiányzik. Én most teljesen a aksis rész, ugye? Ott középen. Na. Kiszedek egy blokkot és minden aksit feljebb viszek egyel. Felülsz a vezetőülésbe és onnan majd át tudsz ülni. Azt mondja, hogy kell nekünk egy minimális throttle-t adni. Az 0,7. Na, egy picivel többet. Mi a... Na most valami nem akar működni.
Mit nem kötöttem be? Vagy mit nem csináltam meg? Ez dízelen van. Oda megy be. Igen. Az oda bemegy. Van ki menetünk. Szia. Egy bot. Banán bot. Banana bot. Szóval most nekem teljesen újra kell az alját csinálnom. Tehát megemeljük. Levegőnk is van. Kipufogónk is van. Mi nincs? Mit basztam el? Lehet, hogy beépítek egy klácsot, akkor az megjavítja a problémámat. Na mondjuk a klub, kuplunk hiánya dízelni az nem előnyös. Mi a helyzet? Banán. Bot. Így. Akkor ide földobunk még egy truffle-t, ami nem lenne kötelező, valami szerintem kevesebb. Így. Ezt elnevezzük klacsnak. Lesz egy nulla érték, egy mínusz egy. Nem, nulla és egy között megy. Működik. Már jó. Működik. Yes. Mindjárt. Csak már... Jó. Na. Save. Oda. Na. Eddig pöcröf. Várjál, lefullasztom. Befixelni az időt? Hogy tudom, csak beállítom egy időre, az kész. Meg a day night-ot lehúzom. Override on, igen. Ennyi. Jó. Nem tudod fixelni, az a baj. Jó. Mindegy. Tehát le van húzva minden. Jelenleg nem jár a motor, ha föltolom. Igen. Truffle-t. Adunk neki egy 33%-os starter. Visszahúzzuk azért egy picit, hogy ne pörögjön túl. És... most jár a motor, csak nem indul a gép. Száz. És kigyulladt. 116 foknál. Nem tudom mi a gond.
Sejtem, mi a gond. Elbasztam a kerekeket. Van valami a zónában. Ja. Menni. Na. Elbasztam a kerekeket, rájöttem. Akkor mennyit fogsz megcsinálni, mert akkor én folytatom az enyémet. Hát figyelj, én ezt most így magam fogom tesztelgetni, majd ha jó, akkor lesz, akkor megyünk el. Jó. Csak már akkor folytatom az enyémet is. Jó, folytasd, mert nem tudok rájönni. Mindegyik egy irányba áll, igen. Igen. A váltó, nem, nincsen benne váltó pont azért, hogy most ne legyen egyéb probléma. Csak ki ne töröljem a csövezést, mert itt fogok meghalni szívrohamtól. Na, az biztos, hogy egy év lenne, mire megcsinálom újra a csövezést. Jaj, én hülye. Mit rontottál el? Egyet biztosan tudok. De nem, annak képes lenni. Képesnek kell lennie. Működésre így is. Egy, akkor most... Máshogy rakjuk be oda. Mind a kettő teli, dízeles, igen. Na szerintem így már azért elfogadható magasság. Le vagy spannolva? Nem, most akartam volna. Akkor ne akarja. Jó. Megbeszéltük. Medium battery, abból rakok be. Az kész. Egy. Nincsen bekötve a váltó. A starter működik. Idényesen eltávolítjuk, rakunk rá egy sima egyszerű klatcsot, így, és teszünk rá egy
egy tesztelésre egy propellert. Na, rákötünk. Na, így már jobb lesz. Ha most megtaláltam a problémát, és csak ennyi volt a probléma, valakit meg felakasztok. Öngyilok lesz, mi? Közel. Közel egy picit, de lehet, hogy valakit akasztok inkább. Ja, ez jó. Ja, ezt így hagyom, spawn. Adunk neki egy 0,8-as. Mondjuk az szar, hogy nem lehet az aksikat színezni. Hú, ezt befulasztottok egy kicsit. Na, most már jó. Így már jó lesz. Jó? Most tudok lehívni? Tudsz, én eljöttem onnan. Csak már most... így átalakítottam. Most ki tudsz jönni? Én kim vagyok már amúgy. Hún. Nézd meg a térképet. Ja. Aj, ne! Mi az? Megint megakadt a karakter. Befagytam. Én is. Körbe tudok nézni meg, milyen meg. Jó. Lát megint magától. Jó, azt szerintem tudod mi lesz? El van ment vagy... mi az? Hogy hívjálkod? Gépem az el van. Jó van, akkor mindjárt megnyitom és hostolom. Jó. Jó, akkor addig egy kicsit képet változtatunk. Mondjuk ez sokkal kisebb, mint egy nagy tengelyhatárról, szóval szerintem lehet, hogy jobb lesz úgy. Ha most nem streambe csináljuk a dedikált szerveren, akkor jó. Nem tudom, miért csinálja ezt. Küldtem passwordot. Jó. Sikerül? Aha. Majd akkor... dobsz admin. Ja. Tudod a kommandot, nem? Az autentikációt kell adni.
admin kell. Igen, azt hogy? Küldöm mindjárt a kommandot. Addig próbálok itt a izé ventilátoromtól egy kis levegőt nyerni. Nem, nekem egy fotában megy. Na, ne, megy nekem is, csak nem olyan pozícióban van most, hogy... Hát, talán jó lesz. Azt kell kimásolni, utána egy szó köz, és egy... Ja, és egy idém. Aha, egyes. Ja, adtam. Jó. Jó, és akkor most már mehet vissza a live. Vissza a helyére. Akkor viszont gyorsan megmutatom, hogy most hogy néz ki. Jó. Na. Üzemképesség. Megdolgozok, most elsőnök a... Mondta, hogy újra kell építenem itt lent. Megemeltem a hasmagasságot. Egy sor aksit raktál csak bele? De azok nagyok. Médiumok. Aha. Ja. Mégis csak megemelted akkor a hasmagasságot, az fasz. Ja. Ja. Mert nem... Ezt hiányoltam. Na, nézd, el tudom tolni. Amúgy. Akkor lehet az volt a baja. Szerintem ez volt a baj. Ja. Így szoktam tesztelni az izi forgóvázas dolgaimat is. Hogy, ha megtolom, akkor mi történik vele. Én szoktál belerakni erre a tétes szart? Á, szoktam. És úgy van forgóváz. Szoktam dolgokat belepakolni. Na, most akkor én leszpawnolom ezt. Jó, spawn. Na és el tudsz velem jönni egy karikára. Jó, lát. Töm. Ez már működik. Megszívtam vele. Egyedül a izét elfejt. Tudod, mit felejtettem el belőle rakni? Mit? Áram alá helyezni a klácsot. Hahaha. Azért nem mozdult. Igen. Hely. Most menjünk. 80-nal, 90-nel, és még gyorsul. És még nincsen benne váltó. Hm. 130 a vége most egyenlőre, mert nem akartam hőmérsékletileg túlhúzni. 140 igazából. Mondjuk nem tudom, úgy gyorsabban megy, hogyha a két külön tengelyem egy motorra van kötve, és kigyulladt. Mondom, a hőmérséklet miatt nem akartam még. Aha. Tehát az úgy működne? Lehet. Úgy gyorsabb lenne, hogyha egy motorra van kötve? Egy motor, nem, én nem egy motort raknék bele, tehát hogyha kis elektromos motorral akarod, akkor én több kis elektromos motort raknék benne. Hát én kettő közepessel akarom. Hát akkor igazából ha egy és mínusz egy között dolgozik a rendszer, és az elejében lesz az nullától egyig, a végében a nullától mínusz egyig, az megoldható, és akkor lényegében fölkötöd a mindkét tengelyt a motorokra. Nem tudom, most azon gondolkozok, hogy melyik lenne az egyszerűbb, hogy ugye a főkeváltás. Az egyszerűbb? Szerintem. Egyszerűbb nem az, hogy fülkét váltogatsz. Az egyszerűbb az, hogyha egy helyről tudsz mindent irányítani. Az az egyszerű. Ja, csak akkor érted, a segge az meg feleslegesen most megcsinálva.
Figyelj, tök jó. Csináld meg úgy, ahogy először tervezted, és akkor azzal majd látni fogod. Nem tudok jobbat mondani most neked. Jó, működni működik, majd a hűtésre egy kicsit rá kell szánni, mert hogy tele kell pakolni az oldalát. Hogy hívjákkal? Hűtéssel. De működni működik, az a lényeg. Szerintem ezt itt el is húzzuk innen. Így. Másik oldalt is. Jó. Ezeket levesszük. Ezek majd kifelé fognak vándorolni innen. Jó, és akkor... Ja, tükrözni szeretném. Amúgy rájöttem, hogy csináltam újra az egész sövezést, mert csak úgy csináltam, hogy a tetején narancssárga. Jó. Azok már tengelyik. Pény? Narancs. Engöld. Jó. Így. Jó. És akkor ide be lehet tenni ezt. Csak hogy ezt nem ide akartam, mert ez pont az eleje. Úgyhogy ezt tök jó, hogy megépítettem itt, csak marhára nem ér semmit. Az ott jó lesz, az is. Ott jó lesz. Csak annyi különbséggel, hogy itt hátra fogjuk vezetni. Az oldalához. Nem. Jó. Pénz, ez nem kell már. Építés. Besülyezthetem igazából, és hú, faszántosan néz ki. Szök. Akkor nem veszem térből. Jó, ezt innen leszedjük. Helyre egyenlőre most csak ilyen blokkot teszünk. Jó, na. Eddig megvan. Meg így, így. Jó, itt. Elkanyarítjuk. Mehet vissza. Szimetria. Jó.
nyitni. Jó, ezt itt megfogjuk és kifúzzuk idáig. Így, akkor ez így át fog keringeni, jó alaposan le fog hűlni a levegő, vagy a víz, a hűtő víz. Annyi az egészben a szórakoztatás része, hogy ide beteszünk egy pumpát. Pumpát oda teszünk, tusszunk még pumpát, 1, 2, 3 ide, meg 1, 2, 3 ide. Jaj, de ezt nem akartam tükrözni, ó, édes jó Istenem. Mert ott máshogy lesz majd. Így. Itt meg erre felé fog menni. Jó, na, be van építve. Jó, még egy szintet felhozok. Itt meg így. Igen. Pumpákkal el vagyunk látva. A hűtés az megvan, akkor már csak egy dolog maradt. Megnézni azt, hogy... Jó, nagy súlya van. De is ugyanúgy. Azt, hogy meglátom, hogy a motor hogy fér oda. Vagy, várjunk, hogy nem. Na, ezek be vannak kötve, mindegyiknek fullon van az nem kell nekem most cunami. Ide fogok tenni egy-egy ajtót, amin ki lehet menni, és a motor maga az... az kint lesz az üresben. Ez tök jó ötlet. Jóor. De milyen ajtó? Ugyanezt szeretném erre az oldalra is.
És akkor gondolom a kézifék az csak annyi, hogy egy toggle button, és akkor a fékre van bekötve, és mikor be van nyomva, akkor egyfolytában megy. Igen. Ja, akkor jó. Akkor most már egyszerű. Csak alapból a bekötés nem tudtam, hogy hogy kell a motor a kerékhez, tengelyhez. Jó. Oké. Jó. Akkor csinálunk olyat, hogy... Van ilyen gyönyörű elem, amit szoktam szeretni használni. 2x2-es az hogy néz ki? Kíváncsi. Te ilyen pici vagy. Akkor szerintem nagyobb kell. Amúgy várjál ma. Enyémnek szerintem... Nem ilyen sima lapos főkéje lesz. Ilyen kocka. Tudod, ilyen lekerekített lesz, mint a Taurusoknak. Aha. Én most olyanra gondoltam. Ez nem jó. Vagy mint a Traxoknak, ugye itt magyarba. Ez sem jó. Corner diagonal. Ez meg pláne nem jó. And középre hogy tudom vinni a mozdonyt? Hogy a X-tengely az teljesen a közepét vágja el. És a Z-tengely. Ez jó kérdés. Ja, várja. Szerintem jó lesz, mindjárt megnézem. Megvan, jó. End extension. Middle. Sima extension kéne nekem. Az a baj, hogy azt nem tudom, hogy egyszerre kettő szimetria tengelyt. Na, mindegy. Hát, azt tényleg nem tud. Az a baj. Mindegy az. Megcsinálom én ezt jól. Ez kéne... Jaj. Selection grid. Resize.
Action grid. Mi? Föltoljuk egyel. Jézusom! Ezt ilyen nehéz lenne megcsinálni. Végül is amúgy nem is olyan nehéz lesz. Már egy blokkal beljebb hozom. És akkor... Van a nagyobb. Most például... Spawna. Ó, patika! Vagy jól lett. Most le van spawnolva, meg tudod nézni, hogyha esetleg érdekel. Hogyan alakítottam át. Építkezek, de nagyon erőteljesen. Ismerős az érzés. Most ugye? Boldog vagyok, hogy sikerült megoldani ezt is. Jó, annyi lesz még, hogy teteje viszont lesz. Ennek is. Ski. Aha. Tehát akkor... Azt így, jó? Azt a hét minden itt, hogy mennyire lehet merülni ebbe az ablak készítésbe. Jó is az. Ugye? Ah! Megvan! Nem fog kibaszni velem. Jó. Ó, és akkor most ugyanazt ide is. Apics. És hogy ez nem szól bele. De úgy tűnik nem szól bele, csak annyi, hogy el kell. De jó, hogy visszafelé is lehet vonni ezért elbaszott mozdulatokat. Véletlen megfogtam és kitöröltem a motort. Szörnyű. De egy folytassuk ezzel. Remélem úgy meg tudom fordítani, ahogy nekem kell. Én ne. És ez még jól is néznek. Néz ki. Nem, így nem néz ki jól. Meggondoltam magam, ezt innen levesszük. Hát, meg én mennyire tudom ezt. Faszán sem megcsináltam most ezt az ablakot. Size grid. Ezt megcsinálom jól. De most ti eszűre most én itt megcsinálom. Copy. Az viszont úgy belelóg. Abba meg az lóg bele. Jó, remélem ki fogja adni az ablak. Leszedjük. Selection grid. Ezt szeretném ide, hogy föltennénk. The paste. De is paste. Ezt össze szeretném merge-elni, hogy ne essen le róla. Így. És akkor nem is az lesz, hanem nem is így lesz. De szeretnék berakni.
Végül is. Tökéletes. És lehetne, csak ezt a részt. Van! Hó, hála Isten! Ideiglenesen kitöröljük. Így lesz a jó. Nem tetszik. Ne! Nincs ide olyan darab, ami nekem kéne. Ezt remélem nem. Az viszont nagy baj. Nagyon ház. Tesztelünk ezen az oldalon, a másik seggét hagyjuk. Ezért jó a full, és komoly. Azt nekem megelőzi. Vagy nem fogja? Nem, hát. De. Mi? Várjunk. De hogy is nem. Ezért kell nekem full. 3x3-as. Te várj, ugyanúgy szar. Ide már viszont fehéret fogok most rakni. Ott lesz egy nagyon pici lyuk, de abba szorok bele, azt van csinálni. Ahogy nincs ilyen kocka. Egyszer egy. Mire gondolsz éppen? Erre. Meglátjuk. De van! Ho! Viszont ezt szeretnénk elküldeni minden, jó messzire. Ne ide füstöljön nekünk. Ez az! Meg lehet valósítani! Csak megbaszhatja, mert egyek kiébb kell hoznom. Kocka között cső. Ide egy katalik konverter karta. Lik konverter. Litázó. Igen, katalizátor azok. Katiza, káros. Haust. Inni. Igazából ezt itt a tetejét, ezt amúgy is feketére fogom festeni. Most le is festem feketére. Mert most neked le van hívva? Nincsen. Jó, pillanat, és hozom ki az enyémet, megmutatom. Hát most pillanat. Most épp
agyon dizájnolok. Így, ne? Jó, most tudok menteni. Mentés, MP, mentés. Már most ott fent az ablakot csináltam, hogy legyen így bedöntve. Na, aha. És oda, ahhoz a kis blokkhoz, oda kerestem helyet, van. Mert a másik végén meg, nézd, gyere. Ott, ahol látod azt a kis háromszöget, kitűnöm keddi. Na, ez egy másik fajta ablak. De... csak átforgatod azt a három, kis háromszöget, nem? Nem tudom. Mert ott még lesz egy lyuk mögötte. Az egy blokknak számít. Meg én nem tudok berakni. Értem. Azért van a másik design. Szóval, ja. Most ezt jól átalakítottam. Amúgy látszódik, melyikünk megy rá a nagyobbra. A nagyobb gépre. Na, akkor tedd el. Jó. Na. Várjál, spawnolok. Jó. Le van spawnolva. Jó. Jövök. Mi van, börtön? Nem. Csak jobb a szellőzés. Na csókolom, hol van a sofőrülés? Hát még a kinézet nekem, tehát a belső az nincsen meg. Az jó. És akkor most teljesen mindent visszavittél? Minden vissza. Alapra. Hát igazából azt csak leteszteltem, az volt a teszt ja. Sor. Azt gyorsan földobáltam pár dolgot. És már dőberök benne a kis, a generátor. Már nem ezek 2 forint, de előre mit akartál, autó legyen, vagy mi? Ezzel a 2 radiátorral. Mi, az ott oldal nem tetszik. Oldalt jó, csak elől. Elől még lehet, hogy gondolkodok. Az oldala az most tetszik nekem. Az most jó lett. És ahhoz, hogy sebességet mérjek, ahhoz kell egy ilyen lineár szenzor, mi? Így van. És arra beközvetlen az órát, és annyi. Hát, meg áramot adni. Nem, mert hogy kell egy függvény, mert hogy alapból méter per szekundumban mér. Jó. Tehát kell egy function neked ahhoz, hogy... kilométer per órára mérj. Itt van hátul a lépcső, amúgy. Ja. Létre. Ha nekem még sok van hátra ahhoz, hogy én ilyeneket csináljak. Én még, ha... én... jó, mondjuk nekem egyszerűbb, én most ott tartok, hogy a fülkét csináljam meg jól. Én most arra mentem rá, hogy átjárható legyen, mert... volt olyan gondolatom, hogy megfogom és izé... Ugye a fülkapcsolókat, azokat te nem fogsz rakni? Nem. Hogy levágja az áramot meg a motor különbe kulcssal. Utána a sart, nem. Nem, az már amúgy bonyolult rendszer, csak szólok. Az nem csak egy kapcsoló. Hát tudom. Az nem csak egy kapcsoló, sajnos. Ja. Az egy bonyolult rendszer, az engem zavar. Jó. Jaj, jó. Akkor folytasd. Én is folytatom az enyémet. Mert még van hátra. Nekem még van hátra eléggé sok. Már amúgy az irányítás ez könnyű lesz. És az per kb. 1 óránk van. Mi? Utána RP vagy mi? Utána én lelépek egy kicsit, pihentetem a gépemet, meg a... próbálok normál hőmérsékletet létrehozni a szobámban. Ja. Nem, ez itt elő nem kell, ez való, ez jogos. Ezt majd itt meg lesz csinálva az elején normálisan. Csak először elő volt a hűtő berendezés. Most itt hátul kell megcsinálni ugyanúgy. Értem, ezzel most mi a probléma. Egy szép ívet kell vetnem, tök jó. Jó, akkor pipe. De csinálunk egy gyönyörű ívet a... így.
így. És egy egyenes pipe-on itt ezt összekötjük. És kész. Na és akkor nézzük most a rendes ablakokat. Köthetünk rá már egyből pumpát is. Csak azt nem szeretném tükrözni. Ugye? Igen. Így. Így arra felé megy, és úgy megy a hideg levegő víz. A hideg víz a hűtésnek. Jó, ez itt meg is van. Ezt itt le lehet zárni. Szerintem 4x4 és 3x4. Ez kész és blokk. Aha, és oda lentre kicsi kell. Aha. Kettőszörös. Ezt nem rakjuk ide. Ne. Nya. Showval. Kell még nekünk egy... Úristen. Ezt elfelejtettem. Ezt itt fogom kint hátul elvezetni, vagy hogy fogom megcsinálni? Jó, hát valamiről megfelelkeztem. Tippelhetsz, hogy mi az. Lejtettél el? Az üzemanyagot. Most komoly? Igen, komoly. Na, én azt mondom, hogy ez így fasza. Ez szerintem így jó is. Azért nem akarok ilyen főkapcsolót, mert nekem van egy generátorom. Ja. Ami folyamatosan tölti az energiát. Júj, basszus kulcs! Ez... Ha miért nem szóltok, kedves nézőim, hogy elbaftam és nem láttok semmit. Nem baj, belemegy majd a Baki parádéba. Jó, akkor üzemanyagot azt úgy fogjuk megoldani, hogy... amúgy is akartam ennek egy ilyet. Kész is. Na. Így amúgy eskifogta. Na várjunk, ezt meg kell nézni, hogyha... Bevittem. Berakok egy ülés. Passenger seat kell. Igen. Mennyire látok ki? Feljebb kéne vinnem még az ablakot. Remélem van egyszer egyes.
Így. Jó lesz, ott följön az üzemanyag csőrendszer, ide rákötünk pumpát, ide, meg ide, pumpát. Így. Igen. Annyi, hogy ezt a részt itt. Törlöm. De meg az egyszer egy barátka kell. Tökéletes, és akkor itt jön ki egyenesen, majd a üzemanyag cső most. Azt majd mi le fogjuk vinni, és ide fogunk. Fluid hose anchor, ez kell nekem. Egy minimális kis eszköztár, meg egy átjáró lehetőség. Működjél most meg, nem akarsz? Na, köszönöm. Jó, ez drop. Jó, lent van teljesen. Akkor viszont újra kell csinálnom az egész ablakot, mert tudok szerintem 4-szeres. Nem fluid konnektor. Magnetic magol? Nem, mert nem megol.
Kapcsoljuk ki ezt. Mit? A szimmetriásat. Na nézzük. Na, így jó lesz. Jó. Ezt az ablakot most ide át kell másolnom. Jó, ezt máshova helyezzük. Inkább te fogjuk a középső kerékhez. Ilyen ide.
Nem. Nem egyel idébb. Egy veggyel. Várjunk pillanat, ezt elmentem. Wood, ez a szerkely. Ez úgy, hogy van ezen a külsője. Aha. Jó. Oké. Na, akkor ide kap. Most ráérsz ránézni? Persze, már is. Mentés. És krépés. Na, lehívtam. Na jó, én egy kicsit máshol voltam. Most így tartok a... ...designon. Most így... ...néz ki. Ja. Ah, nem rossz igazából. Ugyanaz van máshol, a másik irányba is, ja. Ugyanaz. Próbáltam hát, azért. Figyelj, ez is monumentális gép. Jelenleg. Nem baj, majd egymás mellé állítjuk a kettőt, ha más nem kitolva. Ja, nem. Már beköt... Basszus. Meg jó, hogy mentettem előtte. Nem, már kezdem el bekötni. Most. Hogy induljon. Én még azt nem tudom, nem hogy... kötögetek. Hogy kéne megcsinálni azt, hogy tudod, a vezérlőpult be legyen döntve. Sejtem, mit akarsz. Nem tudom. Erre? Hol van? Mindjárt ut- Spawn? Várjál. Ez lesz így jó. Oké. Jó, ez... tudom mire gondolsz, de nem tudom, hogy lehet megoldani. Olyat még nem csináltam. Mindjárt megnézem. Itt van, nézzük. Nagyon sok pivottal. Jó, tehát bonyolult. Ja. Hát akkor... Gézám, te kapsz egy simulás. Vagy várjál, mert... Szerintem megcsinálom. Ez ekkora. Végül is onnan kiszedek egy... Aha. Ó, be van kapcsolva. Jó, az kell nekem most a... Szimmetri. Úgy. Mi?
hiányzik neked? Elek. Ne. Ezt itt összefűzzük. Így. És így. És kap ide egy darab. És hogy tudom átállítani a pivotot, hogy mit csináljon? Gondolom a select tool-lal. Én direkt nem pivotozok, nem szeretem a pivotokat. Aha, meg... Mindjárt megnézzük, hogy nem a select tool, hanem berakok mondjuk. Isten. Úristen. Egy throttle-t. Throttle levelet szoktuk használni, nem? Igen. El. Van. Be az inventory-ba. Mindjárt megnézem, hogy működne az, amire gondoltam. Igen. Hova tudom bekötni a pivotot vajon? Kontroller kéne. Mondom, nem tudom, mert én nem használtam pivotot. Nem szeretem a pivotokat. Bonnyi. Túl bonnyi a pivotozás számomra. Mindegy, valahogy megoldom. Datát adunk. Innen. Ennek. Innen. Ennek. Innen. Ennek. Jó. Innen. Annak. Onnan. Ennek. Na jó. Akkor egy órával, egy fél órával tovább csúszunk. Mert én kimegyek most egy cigire. Ugye a 32 fokos lakásból kimegyek. Egy pillanat is jövök. Jó.
Megvan. Jó. Ez könnyű lesz. Igen. Na, itt vagyok. Azt mondja, hogy kell nekem egy konstansom. Om szignál. Viszont szerintem megvan, hogy hogy működik. Hát én megfogom és ide bevágom magukra. Ne legyen itt zavaró képben. Oda be, logic, electricity. Kettőbe kell. Ennek a négynek, ennek a másik négynek. Itt van egy pumpa, itt van egy pumpa, ott egy pumpa, ott egy pumpa. Itt egy pumpa, ott egy pumpa. Jó. És akkor most... Itt van fent két pumpa. Spoon. Itt. 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 Jó. Oké. Ezeknek kell folyamatosan szignált adni. Jó. Tehát akkor csak egy oldalra kell pi***, jó. Ez megvan, erre mindjárt rácsapunk ide föntre egy... Vagy le, hát nem tudom hova. Ide? Ide. A fölcsapunk egy... Tog lebutont. És... Adunk neki egy kis villanyt. Innen is, onnan is. Amonnan is. Jó, az meg. Gyári! Jó. Nézzük. Jó, oké. Jó, akkor... Mehetünk rá a vezetőfülkére. Most megyek én is oda. No. Meg az irányításra. Ja. Így. Ide. Csak még előtte. Ezzel az alsó csíkkal egy vonalba ide berakunk még egy forgót. Egy pivotot használok. A sima egyszerűt, aminek nem kell semmi. Önmagától tud forgolódni, ha csak kell. Így. Ropp. Mert most... Így. Ezt így elmentem. És... Pillanat, menj el egy pillanatra, ki tudsz jönni? Szép, MP, igen. Na, gyere. Ó, oh, volt egy apró lucska laggom. Na. Ugye? Most ez így itt van. Igen. Két pivot van ott, kettő robotik. És ide fog menni a... Minden irányítás.
Aha, és mi lenne, hogyha megszabnád neki? Gombnyomással, de az csak egy egyes értéket ad. Nem jó. Csak mi az? Nem jó a gondolatom. Rájöttem közben. Nem jó a gondolatom. Csak mert azt meg nem tudom megcsinálni, hogy befixelem, mert azt még nem tudom annyira. Csak így tudom. Hát És akkor figyelj, így. egy throttle level add meg egy értéket, neked egy 45 fokos szög kellene. Ja. Hát figyelj, akkor a throttle levelnek 0,5-ös. a 0, 0. 0,45-öt megadod maximum értéknek. Aha. És akkor feltolom maxra, azt úgy marad. Azt kéne megnézni. Csináld meg. Hát. Hát nézzük, a szelektel kell. Szelektel. Szelektel kiválasztod az izét, throttle levelt, és azt ott Rotor. átírod a maxot nem 1-re, hanem 0,45-re. Ben 5. Jó. És akkor Csak spawnold le előbb. Nem kell mentegetni most. Jó. Spoon. Nézzük. Így van. 0,45 a max érték, ez tök jó így. És akkor erre mehet minden irányító. Jaj. A minimumot meg 0,40. Nem kell szerintem. Várjál, hogy nem. Na, megyek Mi be. történt? Nézd meg, igazából szerintem nem kell. Meglátjuk. Select. Min. Jó, spawn. Nézzük. Aha. Jó. Nézd. A most épp beugrottam, folytatni a csöpséget. Szerintem ez így jó is lesz. Jó, azt majd a másik oldalt megcsinálom. Most elsőnek csak tudja megmozdítani ezen az oldalon. Úgyhogy a pivot table-ben van benne az irányítás. Kettőt. És. Jó. Mondjuk, amit szerintem ezt lehetne lejjebb venni. Rész. Oda van, azt vissza. Ezt onnan ki. Jó. A display-eknél van a kilométer, az amelyik kiírja úgy. Igen, ott van. Monitor 1-3.
kell nekem? És melyik volt az a szenzor, ami mérte a sebességet? Linear speed szenzor, de azt bárhova alulra elrejted, azt kész, jó vagy. És abból elég csak egyet raknom, mert igazából arra rá tudom dobni egyiket. Így van. Jó, akkor bevágom az aksik alá, az kész. Jó, aztán kelleni fog neked egy még mellé egy function, egy inputos. Erre? Berakom a... Berakom a órát. Rakd már be. Rakj be. Várjunk, megcsinálom én ezt. Benne is van a helyén, jó. És akkor mi kell? Egy function, egy inputos. Azt majd selectool-lal kiválasztod. Function, van input, igen. A selectool-lal kiválasztod, és ott benne legalul a conversation-öknél megvan, hogy mit kell, ha kilométer per órával szeretnéd látni. Select... Igen. A variables, constants. Az x csilla, x szóköz, csillag szóköz 3,6. A fx-be beírni? Aha, írd be. Mit írjuk? X szóköz csillag szóköz 3,6. X szóköz csillag? Szóköz. Melyik csillag? Ja... Hát, egy csillag van. Édes csillagom. Egy csillag. Na. Igen. Beírtam X kötőjel csillag szóköz 3,6. Milyen kötőjel? Vagy nem kötőjel kell? Szóköz. Ja, szóköz. X szóköz, csillag szóköz, 3,6. Így van. Hát, invalid and reached. Azt írja. Na, várja. Most... Ja, ponta kell, bazd meg. Veszővel írtad, mi? Aha. Oké. De nem tudom ponttal. Mi? Ja, de. Jó. Jó. És akkor csak ennyi, és utána összekötni. Így van. Logical. Így van. Mi hiányzik neki? Input. Na és a display-t azt hogy kötöm rá? Ráhúzod. A functionből. Tehát úgy néz ki, hogy a lineárból bemegy a functionből, functionből pedig megy be a display-be. Ja, hogy lineárból. A functionből.
Linear, a functionbe, functionből pedig a izé. Mert hogy annak van egy be, meg egy kimenete. És a functionon melyikbe megy be, a nagy körbe vagy a pöttybe? Hát a linear, ha megfogod és húzod az egérrel, akkor már látni fogod, hogy melyikbe fog bemenni a functionon. Ja, igen. Jó. A... Milyen power switch az anyádat? Mi kell ennek egy kibe kapcsol? Nem kell. Monitornak? Jó, csak már nem engedi meg. Várjál, te monitort raktál? Igen. Igen, nem monitort kell berakni. Hát de én monitort akarok. De nem monitort akarjál. Az egy kameraképet fog megjeleníteni neked. Akkor melyik az, amelyik kimutatja a sebességet? Beírod, hogy display, és van digital display, ami sebességet tud kiírni, dial. Ja. Digital display, ez kellett. A monitor az videójelet ad, ja. Tehát videójelet kap. Kell nekünk. Indicator light viszont kelleni fog. Ide föntre. Jó. Na és akkor a function megy bele abba. Na csókolom. Nem engedi még egy se. Ha. Na, de. Jó. Jó. Na, akkor kell most... Abba megy bele a minden irányítás. Jó. Data. Az lesz a gáz, tehát a motorba. Jó. Az a fék. Jó. Ja, elektrik. Az megy abba. Jó. Itt is ez a harmadikba. Jó, na. Nézzük eddig, hogy mit alakítottam. Ja, várjál, viszont be kéne állítom a gáz meg a féket, hogy 1-0-ig menjen. Ja, minimum 0 és a max az 1, úgy kell állítani a gázhoz, nem? Igen. Ja. Nézzük. Remélem, hogy jó lesz. Abba ezek nincsen fenn a szék.
Na nézzük. Adunk neki datát. Ez volt a engine temperature. Ide jön. Ez lesz az RPS. Igen. Fordítva raktam nyilván. Jetzt. Trafen. Quatsch. Ez pedig a fékek. Köszönök telni, hanem törzsúsz berakom újra. Jó. Szép. Gyors mentünk. Jó. Ide kap egy. Most ez jó így vagy rossz? Sajtom, hogy rossz lesz. Rossz hát. Meg kéne fordítani a levert, csak nem tudom. Leci, most jó legyél. A bazeg, de be kéne kötnöm. Ismerős az érzés. Legalább csak áramba kössem be, hogy ki tudjam próbálni. Dottot még nem kap, mert hogy ide kell nekünk egy... valahol egy függvény. Valahol el kéne rejteni egy függvényt nekünk. Function. Nézzük. Ennek. Az oda megy. Ez pedig... Nem tudom megfordítani valahogy más, hogy azt, hogy... ha a kard lefele néz, akkor van nullán. A selectnél. Megfordítani a selectnél nem tudod. Meg kell fordítani magát a kart. Na és akkor hogy tudom, hogy melyik van előre? Melyik van felfele? Van, úgy néz ki a kar, hogy amikor le akarod rakni, van egy nyilacskája, vagyis két nyilacskája. Ja, látom. A pozitív meg a negatív. Igen, látom. Speed szenzor. Ezt ide bevágjuk. Ide. Jó. Most már jó. Ennek nem kell villany, tök jó. Az pedig bemegy ide a függvénybe. A függvénynek adunk egy... X. Jó, és akkor azt mondom neki, hogy... Most a cunami ez nem kell. Ugye nem spawnoltatsz.
Nem most. Most még kötögetek. Jó. Data. Morning. My. Ja, hülye. Jó, pillanat. Ó, már letelt a 3 óra. Jajjaj. Na. Most hívtam. Mondjad? Most hívtam le. Oké, na. Akkor figyelj. Pillanat. Na. Akkor ebből kilépünk. Eltűntél. Picit nagyon jó. Eltűntél, mint szürke szamár a ködben. Remélem, tudom. Most nem akarsz visszafelé jönni. Hát nem is tudok, mert nincs végrük vercem. Jó. Na, mert... Ó! Oh. iPadban a pillanatban szóltam, hogy akkor spannolok. Jó, visszavittem az enyémet. Jó, akkor leszpawnoltatom újra. Jó. Pillanat, türelmedet kérem. Az lesz majd a kérés, hogy óvatosan próbálj meg majd kiállni. Enyémmel? Mutassuk meg, hogy miket alakultak. A akkor járművel. Ott le menj át a másik vágányra majd, ha tudsz rükvercet lökni. Ó, persze, majd hátra tolom. Ja, igaz. Vagy várjál, gyorsan már elkezdem én is befejezni a másik oldat. Hát már hátra, ezért megcsinálom az áttalást. Én is. Már megcsinálom gyorsan. Már befejezem a másik oldat is. Ilyen nyitás szempontjából. Azért mondom, hogy hátra kell tolnom, mert... Nincs végrük verced. Hát még üzemanyag sincs az a gépben. Ja, az jó. Üzemanyag kocsit még bele kell pakolnom. Hozzá kell adnom. Akkor te még csináld, mert én még... Nem csinálom, mert nekem egy picit most le kell lépnem. Éhes vagyok. Aha. Éhes vagyok. Akkor már egy pillanat. Úgyhogy... Azt így meg szeretném befejezni hozzá. Hozom is akkor. Ne akarjuk. Megvan? Hát még tologatok. Ja, akkor várj, akkor csinálom. Addig. 3 óra alatt majdnem eljutottunk amúgy a kész állapotra. Én amúgy már eskü jó. Kötögetni. Picit építeni, az már kész is. Amúgy jó hülye vagyok, basszus. Jött fejembe. Pillanat. Hol van? Load. Egy ismert járművet már leszpawnolok. Tudja mozgatni járműveket könnyedén. Várunk, amit elrontottam.
45. Jó. Hát bazzag, én mindjárt kész vagyok, egy perc. No. Közben átálltam. Jó. Már gyorsan bekötögetem a cuccokat. Más remélem. Várod, mert... Jó? Szerintem áram nincsen neki. Mindegy. Jó. Da. Fake. Jó. Igazából csak az kell, hogy kiguruljál, az kész. Nekem már készen van az irányítás. Meg egy kis finom hangolás, az már jó is. Amúgy hátul? Hátul is. Még jöhetsz? Meg tud. Júj, látom, hogy tényleg finom hangolni kell. Jó. Engedd ki a féket és tedd üresbe. Csak a féket kell kiengednem. Szólj, ha húzzam. Jó. Jó. Jó lesz. Na, szóval, laza 3 óra alatt, és némi szenvedés után, így erre a szintre jutottunk, mind a ketten. Lacinak a járműve már működőképes. Annyi, amit kell csinálni, ja, rajta, a... Látjuk, itt ilyen feldőlő mi egymás, van rajta egy sebességmérő. Na, most miért dől le? Mert kiszálltál a ülésből. Az jó így. Ez így érdekes. Be kéne kötni az ülésre. Nem, ez tök jó. Ez így jó. Ha beleülsz az ülésbe, akkor izé tudsz irányítani. Végül is. Jó, tehát ez így tök jó. Már csak egy kis dizájnolás van hátra. Nem tudom, mit szeretnél még megcsinálni. Tetőt itt belül egy kicsit berendezze jobban. Aha. Meg itt oldalra rakni az ajtót és a létrát, mert most ez itt csak ideiglenesen volt.
megcsinálni a ajtót ide rendesen. Utána egy jó 2 óra festés. Figyelj. Várjál, most kiengedem a féket. Engedd ki a féket és indulj el. Előre. Na várjál, szállj ki. Szakad. Aha. Van valami. Aha, összeakad, hogyha én is belülök. Jó. Mindegy. Én itt kapaszkodok. Tehát ennyire. Ne ülj be. Nem ültem be, itt megyek melletted. Tolj neki egy fullot. Fulgás. Toljak neki. Már mind úgy értettem, hogy... Merje. Tudom, adagolni kell. Eléri a 200-at, tök jó, amúgy. Na, menjünk vissza. Várj, fék, ne szállj ki, szállj ki, szállj ki. Azt nem tudom, hogy majd a székre kéne bekötni, hogy ne legyen az, hogy ledöntse. Az jó, hát akkor izé, nem a székre kötöd. Na, lőheted. Feje lefelé raktad a izét? Számlálót? Á, bazz... Leestem. Igen. Ne, a vízbe teleportál. Az ő. Jajjaj. Az jó volt. Hát igazából... Meg jó, hogy be volt húzva a fék rajta. Amúgy lehet, hogy majd... hát nyilván rakok mindkét oldalra a kézit. Meg szerintem megcsinálom inkább azt, hogy mindkét oldalt lehessen tolatni. Azt úgy. Na. Az én gyöngyszemem, az pedig jelenleg így néz ki. Várjunk, elrakom. Így nézett ki korábban is. Én ezeket a kicsi kerekeket választottam, mert ezek számomra sokkal jobban néznek ki. Nem ilyen batár nagy kerék. Van rajta mindkét oldalt 4-4 darab hűtő. Hátul egyik oldalt cső van, tehát ilyen hóz. Slag. Másik oldalt pedig elektromos kábel. Oda lehet fölcsatlakozni bal, illetve jobb oldalra kábeleket, slagokat. Van rajta egy konnektor itt. És ja, ki van kötve mindkét irányba ez a forgórész. Ami van még, az itt bent van. Gyere be. Jó, itt úgy néz ki, hogy van itt fönn egy lámpa. Illetve zárhatóak az ajtók. Ha zárod, akkor nem tud nyitni. Jó, mindkét oldalt helyet kapott 3-3 welding torch, illetve 3-3 tűzoltókészülék. Itt hátul van 4 darab hely jelenleg. Itt egy kicsit tető hiányos. És... mindegy ez. És lényegében ez itt a felső gomba starter. Itt van gázkar. Kuplunkkar és egy fékkar. Még amíg... Most jöttem rá, hogy nekem meg kéne csinálni azt, hogy a... Nem tudom, hogy ez hogy lenne, hogy a... Elsőnek az aksit bele a kapcsolóba és a kapcsolót a motorra, hogy ugye legyen egy fő kapcsolóm. Hát azt utána kell járni, hogy lehet megcsinálni.
Viszont kifutottunk az időből is, úgyhogy én már egyelőre elköszönök itt a streamben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és... Szívesen. Hát nem tudom, mikor találkozunk. Lehet, hogy lesz egy kis fazma is. Ma. Úgyhogy mindenkinek további szép estét kívánok. Ha nem jelentkezek, akkor jó pihenést. És egy kicsit mútolom magam. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, akit megnézett és bekövetett. És következő streamben találkozunk.